Sziasztok, Kovács Robi vagyok. Hogyha álmosnak tűnik a fejem, az nem véletlen, ugyanis tényleg álmos vagyok. Valami korán van, és én gyűlölök korán kelni, főleg ilyen hajnali időpontban. De a repülőjáratot az ember csak nagyon-nagyon ritkán tudja megválogatni. Éppen a Liszt Ferenc repülőtérre tartok, egy MOL limóban. Manapság ezzel a szolgáltással a legolcsóbb és a leggyorsabb kijutni a repülőtérre. A taxik ára egyszerűen elszállt, szóval az esélytelen. Buszozni meg elég lassú és nem túl kényelmes, főleg ilyenkor hajnalban. Na de mindegy is. Szóval egy olyan országba tartok, ahol ugyan már jártam, de még autót nem vettem onnan. Ez az ország Svédország, szóval tartsatok velem! Bejön elém, baszd meg a taxis a belsőbe az ülőim, és megy kettővel. Annyiszor tapasztaltam már ezt. Főleg ezen hibrid parasztok, akik arra appellálnak, hogy a hibrid rendszerrel menjenek, és a benzinmotor be ne induljon, mindig kis gázon, és totyog, bazd meg, totyog, amikor sietnék a reptérre. Close your eyes. A hajnali járatoknak egy tagadhatatlan előnye van, illetve több is nyilván, de az, ami számomra nagyon nagy előny, az, hogy föntről mindig iszonyatosan gyönyörűen nap felkelte, teljesen más, mint ha földről néznénk. Megérkeztem Göteborgba, épp sétálok kifele. Az ember, az eladó, aki egy kereskedő, valahol itt a parkolóba fog várni az autóval. Hát ennyit tudok, többi meg majd kiderül. Megvan a kocsi, nem volt olyan nehéz kiszúrni itt a parkolóban. Ott van. És igen, egy újabb GC8. Méghozzá nem is néz ki rosszul. Na hát ilyen gyors bizniszem szerintem még soha nem volt, mondjuk ehhez hozzátartozik az, hogy egy jó nevű kereskedő srácra vettem az autót, aki hasonlóan nyomja, mint én, Evókkal és Subarukkal kereskedik főleg, és már előre átutaltam neki a teljes vételárat, mert ezt így szokás itt, nincs készpénzes fizetés Svédországba, és hát itt van az autó mögöttem, megálltam a benzinkutat, de tankolni nem kell, mert eltankolta az autót, szóval nem is tudom, mit mondjak. Kicsit körbenéztem az autót, baromi jó, nincs elrozsda, jól megy, tök jó alkatrészek vannak benne, szóval nem tudom. Kicsit olyan, mint hogy egy álomvilágban lennék, annyira jól sikerült, meg annyira jól alakult eddig minden, el sem hiszem, itt toporgok, és nem tudom, hogy mit csináljak, mert nem szokott ez így összejönni, hogy egyből minden megvan, beülhetek, mehetek, indulhatok, kész minden, mindig szenvedni szoktunk, és addig van időm átgondolni, hogy merre tovább, de most egyszerűen nem volt időm átgondolni, merre tovább, szóval mindjárt itt a benzinkúton eszek valamit, mert rohadt TS vagyok, és már lassan helyi idő szerint 10 óra ott, amíg csak 9-5 van, szóval mindegy, már elég késő van ahhoz, hogy reggelizzek egy jót, és rosszan átgondolom, hogy merre tovább, hova menjek, hol aludjak, merre induljak, mert eddig ezt elmulasztottam. De addig nézzétek meg, hogy mennyire jól néz ki ez a kis GC8. We'll be right back.
navigációt, és hogy nem elkért az irataimat, kérdezte, hogy svéd vagyok, én mondtam, hogy nem magyar vagyok, most vettem az autót, és fogalmam se volt egyrészt a szabályokról, másrészt meg nem tudok mit csinálni, muszáj volt a navigációt pötyögnöm, és azt mondta, hogy oké, ha még egyszer meglát, akkor megbüntet. Hol van ilyen, bárhol megállított eddig a rendőr, mert valami szabálysértést követtem el, mindenhol lehúzásra ment, és megbüntetett egyből. Nem volt kérdés, hogy megbüntessen. Hogyha nem csináltam semmit, csak hogy megállított, volt, hogy akkor is belém kötött, és megbüntetett, de itt meg jó fejek a rendőrök, és nem hiszem el egyszerűen. Eddig is tetszett Svédország, de most ezután azt érzem, még inkább azt érzem, hogy ez egy baromi jó hely, és egy nagyon élhető ország. Meg volt az első tankolásom, kicsit más a rendszer, mint otthon. Itt nem lehet készpénzzel fizetni a shopban, de még kártyával sem, csak úgy tudsz tankolni, vagy úgy tudtam tankolni, hogy előre berúgtam a kútoszlopon lévő kártyaolvasóba a bankkártyámat, és az levont kb. 60 ezer forintnak megfelelő svéd koronát, majd maximum ennyiért tudtam elkezdeni tankolni, és nyilván, hogyha kevesebbért tankolsz, az, ahogy én is kevesebbért tankoltam, így, és a különbözetet visszaadja majd a benzinkút társaság, szóval gyakorlatilag előre kifizeted azt az összeget, amit majd le fogsz tankolni. Nem tudom, ha azért csinálják ezt, mert hogy volt egy csomó lopás, vagy csak így kényelmesebb nekik, minden esetre számomra szokatlan, de nyilván nem egy hülyeség ez. Éppen a Svédországot Dániával összekötő több kilométer hosszú hídon kelek át, és hát nem gondoltam, hogy egy hídon hídpénzt fognak kérni, főleg azt nem, hogy 55 eurót, tehát több mint 20 ezer forint volt az áthaladás Svédországból Dániába. Az a vicces, vagy komoly ez ebben, hogy a komp pedig ilyen 110-20-30 euró környéke, és gondolkoztam, hogy Svédországból menjek át, Lengyel vagy Németországba, vagy pedig Dániából. Aztán Dániát választottam, mert onnan a Dánia és Németország közt a legkisebb a távolság, és a komp az lassabban megy, mint az autó, tehát elméletileg gyorsabb, sőt gyakorlatilag is gyorsabb, hogyha autóval teszem meg a táv nagy részét, és csak minél rövidebb szakaszt kompozok. Na de hogyha ezt tudom, hogy így a 100 eurós komp helyett inkább 150 euró lesz, csak emiatt a rohadt hír miatt, akkor lehet, hogy inkább a másik, kicsit lassabb útvonalat választom. Azért nem mindegy, súlyos tízezrek repkednek itt a levegőben, és ezt azért meg lehetett volna spórolni. Na majd legközelebb okosabb leszek. Kopenhága belvárosát próbálom felfedezni egy boltos bérelt bicajjal, illetve nem is egyszerűen bicajjal, mert itt nem sima bicajt, hanem egy elektromos bicajt lehet bérelni bolttal, illetve a Lime-mal, és hát ha már itt alszom, akkor úgy gondoltam, hogy tök jó mulatság kicsit bebicajozni, vagy betekerni a
Kopenhága belvárosába és megnézni, hogy milyen is, illetve nagyon tekerni nem is kell, mert ezzel az elektromos rásegítéssel kis tekerésre is egyből fönn van 20 km/h, szóval elég jól haladni vele, és meg kell mondjam, baromi jó szórakozás. Egy dolog veti kicsit vissza a jó kedvemet, méghozzá a 0 fok körüli hőmérséklet, amihez a mediterrán bőröm annyira nem szokott hozzá, szóval lefagyott a pofám, de egyébként kurva jó fán. Close your eyes. Megérkeztem a Balkánra, Csehországban vagyok, ahol autópályamatszát kell vegyek, és itt van egy pont mögöttem, nem látszik már, van egy molkút, ahol tankoltam, nagy nehezen, miután majdnem kifogyott az üzemanyagom, de csomó ideig nem volt benzinkút, na mindegy is nem ez a lényeg, hanem molkútra bementem, hogy vegyek egy autópályamatricát, és azt mondták, hogy hát nem ott tudom megvenni, hanem jöjjek ki, kint van az autópályamatricás búdi, kijöttem, és a cseh koronám természetesen nincs cseh koronám, csak eurom, és kérdeztem a nőtől, hogy mennyibe kerül. Mondja, hogy talán pár napos, teljesen mindegy személyi gépkocsira, 19 euró, ami 8000 forint. Mondom, hát ez kicsit sokallom, mennyi cseh koronába? És 350 cseh korona volt, ami meg ilyen 5000 forint, és ki van rakva egy papíron az átváltási árfolyam, és mondom, ezen az árfolyamon váltja, ilyen nagyon, nagyon olcsón veszi, és nagyon drágán adja az eurót, tehát ilyen tipikus átbaszós átváltási árfolyam volt kirakva, és akkor mondja a nő, hát mondom neki, hogy ez rablás, amit ő most akar csinálni, hogy ennyi euróért akarja elvenni, mondom, akkor fizetek kártyáról cseh koronát. És azt mondja, hogy nem, nincs kártyás fizetés, ez egy pénzváltó iroda, és hogy csak úgy mellesleg árulják az autópályamatricát is, és hogyha akarok venni pályamatricát, akkor egy eurómat váltsam át náluk horribilis árfolyamon cseh koronává, és úgy tudok majd venni autópályamatricát. És mondtam neki, hogy hát ő rohadjon meg, nem fog lehúzni. Mit csináljak? Azt mondja, akkor vegyem meg online, és mondta, hogy írjam be Google-ba a cseh autópályamatricát, és akkor online meg tudom venni, nyilván cseh koronáért, a normális árfolyamon váltva, de hát hogy bazd meg, ez van, hogy közeledünk hazafele, és már átlépünk Németországba, és egyből a lehúzás van, egyből az van, hogy az embert le akarják venni. Fú, szörnyű, inkább megyek vissza északra.
Na hát azt tettem, amit mondott a csaj, beírtam Google-ba, és először kidobott egy lehúzós oldalt, szintén valami, nem tudom mi volt a neve, de valami nemzetközi neve volt, és rámentem a jogdobja macica, és ott is 20 eurót adott ki, mondom, hát ez fura, de volt magyar macica, és megnéztem, hogy az mennyi, és arra is a 10 naposra valami 20 eurót adott ki, szóval ilyen tipikus lehúzós pályamatica értékesítő oldal volt, de aztán megtaláltam a CZ országjelű oldalt, magyarán a helyit, és ott szépen megvettem 310 cseh koronáért, amiért 5300 forintot fizettem végül online, tehát meg is van a matrica, szóval a mai árfolyam a 8200 vagy 8000 forint helyett megúsztam 5300-ért, azért nyilván nem sok, de hát már csak az elv miatt is rohadjanak meg, hogy ilyenekkel is át akarják baszni az embert, és át is basszák, mert ott állnak most is a csomóan, aki nem gondolja, nem nézi meg, nem számol jól fejben, az biztos, hogy be fogja szopni ezt a pályamatizás átbaszást, mert igazából ez egy átbaszás, mondjuk ki. Ezek mondták, hogy ők pénzváltó és nem pályamatica értékesítő iroda. Mi van ide kiírva? Autópályamatica, autópályamatica. Rohadjatok meg! Tegnap késő este minden gond nélkül végül is hazaértem Budapestre, most lemostam a kocsit és mindjárt televerem 100-assal, ahogy azt illik. Köszi, hogy megnéztétek a videómat, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ha nem tetszett, akkor írjátok le kommentbe, hogy mi nem tetszett, illetve azt is írjátok meg, hogy mi tetszett a videóba, szóval dobáljátok kommenteket, lájkokat, feliratkozásokat, mindenfélét, hogy az algoritmus lássa, hogy valami van, mármint hogy szeretitek a videómat. Hogyha cuvaros tartalmakat szeretnétek gyakrabban tőlem, akkor kövessetek Instagramon, mert oda azért többször töltök föl, illetve TikTokra is dobálom fel a videókat. Sziasztok!